Előre kitervelhették a Kölnben elkövetett szexuális zaklatásokat a bűncselekmények elkövetői. Ezt mondta a német igazságügyminiszter, miközben a belügyminiszter a rendőrséget hibáztatja a történtekért. A tömeges erőszakot a német közszolgálati média napokig elhallgatta. Köln polgármesternője az eset után viselkedési kódexet írt elő a nőknek, de javaslatait már is megtámadták. Közben gyanús csomagok miatt délelőtt lezárták a berlini kancellária épületét. Ilyen volt a botrányos szilveszteri éjszaka a kölni főpályaudvar előterében amatőr videók tanúsága szerint. A képeken látni, hogy petárdák és tűzijátékok sora robban a földön. A közelben ugyanakkor több rendőrautó is állomásozik. A hatóságok a környéken összegyűlt, mintegy 1000 fős bevándorló csoport szexuális zaklatásaitól nem védték meg a nőket. A helyiek azt mondják, a városi rendőrkapitányság épülete éjfél után zokogó nőkkel volt tele. Komoly indulatokat vált ki az is, hogy a német hatóságok továbbra is sötétben tapogatóznak a tettesek kézrekerítésében. Nincsenek gyanúsítottjaink, nem tudjuk, kik voltak az elkövetők. Csak azt tudjuk, hogy a helyszínen tartózkodó rendőrök szerint főként 18 és 35 év közötti észak-afrikai és arab származású férfiak voltak a tettesek. Ez egybevág az áldozatok elmondásaival is, mondta egy helyi rendőrségi vezető. A német belügyminiszter a rendőrségi eljárást kritizálta. Thomas de Maizière szerint ebben a helyzetben a hatóságoknak nem így kellene működniük. A gyanúsítottak viselkedése felháborító és elfogadhatatlan, függetlenül a nemzetiségüktől, mondja a belügyminiszter. A német kancellár felháborodásának adott hangot, a történteket gyomorforgató támadásoknak nevezte. Angela Merkel szerint a jogállamnak kemény választ kell adnia a nők ellen elkövetett kölni támadásokra. Kedd este több száz nő vonult a kölni utcákra, hogy a támadások ellen demonstráljanak. Az is kiderült, Hamburg és Köln mellett Stuttgartban és Düsseldorfban is zaklatták a nőket. Közben a rendőrség gyanús csomagok miatt lezárta a berlini kancellária épületét. A hatóságok szerint egy rutin ellenőrzés során figyeltek fel a 4 darab sárga postai műanyagládára. Később a vizsgálatot végző szakértők azt is közölték, nem találtak gyanús anyagokat a csomagokban.